Ebben a házban Aluta sértett akkor, amikor a gyanú szerint a sógornője többször is kés szúrt a vállába. Az egyik szomszéd úgy hallotta, hogy a nő betört a házba, majd rátámadt a férfire. Az asszony azt mondja, fél ettől a családtól. Fél az ember tőlük kigyűnni, ugye főleg mi, hát mindig pénzt kéregetik az utcán, pénzt kérnek az embert, utána meg mit tudom én, mit csinálnak. A sértett édesanyja szerint féltékenység áll az eset hátterében. Hát jó, nem ott szívén szúrt. Horváth Mária azt mondja, mennyit megviselte, hogy a fia most börtönben van, és emiatt támadt rá a sógorára. Ide jött, bement a szobába, kivette az összes iratokat. Megnézte, mert megmutatta nekem a fiam, hogy anyu, nekem nem kell, hagyjuk abba, ennyi. A rendőrség számára nem ismeretlen az a család, ahol a késelés történt, büntető eljárást ugyanis több rokon ellen indítottak már. Az eset után a járőrök az asszonyt és a férfit is előállították, végül a sértettet tanúként, a nőt pedig gyanúsítottként hallgatták ki. Azt vallotta, hogy a férfi támadt rá először, és ő csak védekezni próbált. Miután megérkezett a bejelentés a rendőrségre, a járőrök, illetve a nyomozók azonnal a helyszínre mentek, és ott helyszíni szemlét tartottak, melynek során lefoglalták azokat az eszközöket, amelyek a bűncselekmény elkövetésének lehetséges eszközei, tehát több késről van itt tulajdonképpen szó. A rendőrség eddigi adatai szerint a nő a nála lévő késsel egy korábbi nézeteltérést akart lerendezni. A fiatal asszony többször felkaron szúrta a sógorát, aki kivette a kezéből a kést, majd az udvarra menekült. A sértett 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett.